Sziasztok, én Ditka vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix. E heti adásunkban szó lesz arról, hogy Jason Momoa melyik karaktert játszaná el legszívesebben az MCU-ban, hogy milyen lett volna az elkaszált Boba Fett játék, és hogy milyen kategóriákba lehet besorolni a Star Wars rajongókat. Csapassuk! Egy videón megnézhetjük, hogy milyen lett volna a Boba Fett fiatalkori kalandjait elmesélő Star Wars 1313 animációja és harcrendszere, ha a Disney nem törli a projektet. A LucasArts játékából csak néhány koncepciós rajz, illetve egy látványos demo maradt csak hátra, egészen idáig. A Naughty Dog jelenlegi animátora Jonathan Cooper megosztott egy klippet, amin a Star Wars 1313 harcrendszere és mozgásai láthatók. A videó még igen korai fázisban mutatja meg a programot, a karaktermodellek csupaszok és a környezet is csak vázlatosan készült el, de így is feltűnő, hogy mennyire fluid mozgást terveztek Boba Fettnek. Érdekes, hogy főhősünk mellett feltűnik egy droid segítő, akit alaposan integráltak a harcba és a játékmenetbe is. Leszed ellenfeleket, szétrombol fedezéket, vagy éppen dobbantónak áll, hogy Fett kiiktathasson egy ellenséget egy látványos légicsapással. Annyi bizonyosnak tűnik a felvétel alapján, hogy a Star Wars rajongók sokat vesztettek a projekt törlésével. Úgy tűnik, hogy Jason Momoának annyira bejött a szuperhős szerep, hogy Aquaman után egy másik ikonikus képregényes karakter bőrébe is belebújna. A színészt egy rendezvényen kérdezték meg, hogy melyik karaktert játszana el a Marvel moziverzumból, ő pedig azt felelte, hogy szívesen lenne az új Rozsomák. Tekintve, hogy a Momoa féle Aquaman is egy erős és külsőre durva, de valójában jószívű figura, a nézők számára nem is volna szokatlan Wolverine szerepében látni őt, és valószínűleg kevésbé megosztó választás lenne, mint Daniel Radcliffe, akiről korábban azt pletykálták, hogy ő lehet a következő Logan. A Microsoft E3-as konferenciáján kiderült, hogy a Project Scarlett néven készülő új Xbox borzasztóan erős gép lesz, de úgy tűnik, hogy a Sony következő generációs gépe felülmúlja majd. A hírt Andrew Reiner, a Game Informer szerkesztője, illetve az amerikai IGN egykori szerkesztője Colin Moriarty is megerősítették. A szakemberek szerint az információ olyan stúdióktól származik, akik jelenleg is multiplatform Next Gen címeken dolgoznak, és így már náluk van mindkét konzol fejlesztői készlete. Ezeket összehasonlítva pedig kiderült, hogy a PlayStation 5-é az erősebb. Jól lehet, a játékosokhoz nem a fejlesztői készletek kerülnek ki, hanem a játékgépek, a kettő között pedig azért lesznek eltérések. A két gép pontos hardware specifikációit még nem ismerjük, de a gyártók egyaránt minimális töltési időket, natív 4K, illetve 8K felbontást, valamint akár 120 FPS képfrissítési sebességet ígérnek. Ti várjátok már az új konzolokat? A Star Warsnál kevesebb filmszériának van nagyobb rajongótábora, azonban ők korán sem egységesek. A szociológus Mark H. White egy felméréssel három nagyobb kategóriába különítette el a fanokat. Gyűjtése szerint a fanok az előzmény trilógia szkeptikusok, a szágáimádók és az utolsó Jedik tagadók csoportjába tartozhatnak. White az alapján határozta meg a táborokat, hogy a kutatásban résztvevő 5330 rajongó egy 10-es skálán hány pontra értékelte a franchise adott alkotásait. Azok kerültek az előzmény trilógia szkeptikusok közé, akik az eredeti és a legújabb trilógia alkotásait pozitívan 8 pont fölött értékelték, de az előzmény trilógiát lepontozták. A szágáimádók kategóriába a legelőbb elégedettebb rajongók tartoznak, akik 7-nél magasabb pontszámot adtak a franchise összes filmjére. Az utolsó Jedik tagadók esetében már bonyolódik a helyzet, az elnevezésből is adódóan azokról van szó, akik nagyon utálják a 8. epizódot, azaz átlagosan 10/2-re értékelik, emellett bizonytalanok az előzmény trilógiát illetően, és megosztottan gondolkodnak az ébredő erőről. White felhívja a figyelmet, hogy érdekes módon egy olyan nagyobb csoportot sem lehet elkülöníteni, melynek tagjai csak és kizárólag George Lucas első három filmjéért rajonganának. A Marvel's Avengers fogadtatása finoman fogalmazva is felemásra sikeredett, és sokan a bosszúállók külsején akadtak fent. A fejlesztő csapat azonban nem hajlandó változtatni a hősök külsején. Sean Sky, a játék kreatív rendezője elmondta, hogy bár figyelnek a közönségre és örömmel fogadják a visszajelzéseket, de nem tervezik megváltoztatni a karakterdizájnokat. Valljuk be, elég komoly munka lenne a megjelenés előtt 11 hónappal lecserélni a főszereplő karaktereket, ráadásul mindenki a Marvel moziverzumban megszokott arcokat szeretné digitálisan is viszont látni, ez pedig majdhogy nem lehetetlen lenne megfizetni és összeszervezni. Ráadásul a Crystal Dynamics csapat teljesen szabad kezet kapott a Marveltől, hogy elmeséljék saját történetüket, ahogyan ők szeretnék. Sky biztatásként még hozzátette, hogy az E3-on mutatott részletek még az alfa előtti változat alapján készültek, tehát megjelenésig még biztosan javítani fognak a karaktereken.
Az HBO Csernobil sorozata alaposan kiverte a biztosítékot az Oroszország kommunistái nevű pártnál, melynek vezetősége a szerintük gusztustalan széria betiltását követeli, alkotója ellen pedig becsületsértés vágyával pert indítana. A párt hivatalos közleményben kérte az internet és a telekommunikáció ellenőrzéséért felelős hatóságot, hogy ne engedjék, hogy a sorozat elérhető legyen az országban. Indoklásuk szerint a Csernobil egy ideológiai eszköz, melynek célja a szovjet kormány és a szovjet nép démonizálása. Azt írják, hogy a bemutatott események kronológiája és a kulcsmomentumok ugyan megfelelnek a valóságnak, de az, amit a szovjet társadalom morális klímájáról mond a sorozat, egyszerűen hazugság. Ráadásul szeretnének a sorozat alkotója Craig Mazin, illetve a producerek ellen pert indítani, ugyanis szerintük a széria az orosz törvények értelmében becsületsértőnek minősül. A sorozat ellen a kormány közeli médiában már eddig is komoly hadjárat folyt, az egyik csatorna pedig azt tervezi, hogy saját sorozatot készít a történtekről amerikai gonosztevőkkel. Ennyi volt már a Weekly Fix, ne felejtjétek, hogy csatornánkon már megtalálható a gyerekjáték kritikája, illetve Sirin vicces E3-as konferencia összefoglalójának első epizódja. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!